Méhész Dániel az ötödik sportoló, aki Feje Tibor irányításával WBC övet szerzett, amit az elmúlt hétvégén technikai KO-val sikeresen meg is védett. A kis Dávid elleni címmérkőzésre hazánkba érkezett Malte Müller-Michaelis úr, a WBC világszervezet elnökségi tagja is, aki most nálunk mondja el az első észrevételeit, többek között arról is, hogy vajon Zümi boxolhat-e akár már jövőre egy felnőtt címért. Jó reggelt kívánok, szervusztok, good morning, sir! Jó reggelt! Hát gratulálok! Ez fantasztikus, annál is inkább Tibor neked, ha szabad veled kezdeni, mert egy nagyon sikeres istálló a tiéd. Most, ha itt ugye Zümi kapcsán arról beszélünk, hogy az ötödik fiatal versenyző, aki a WBC nagyon elismert világszervezet övéért boxolhat, sőt, ugye van több közöttük, aki már ezt meg is védte, Nemes Abbáti Norbiról is beszélhetnénk, Semmiye Dzsináról is, és a többi, és a többi. Ami ha azt gondolom, viszont a ritkaság ma egy promóciós csapatnál, hogy tulajdonképpen nem feltétlenül amatőröket emelsz át, hanem magad neveled ki ezeket a tehetségeket. Igen, ez egy ritka dolog itt nálunk. Én azt gondolom, hogy lassan, fokozatosan építeni kell őket, és ez a siker, ez csak részleges siker természetesen, hiszen az ő pályafutásuk az remélhetőleg hosszú távon megy majd előre, és majd távlati céljaik vannak ezzel. Tehát hát ezek fiatalok még, tehát abszolút, azért igen, részleges így van. Tehát ezek valójában junior címek, tehát ennek többet nem kell mögé gondolni, viszont jelzi azt, hogy jó úton mennek előre. És nyilván a rangja azért szükséges, hogy érezze mindenki, hogy mindenki felé üzenjenek ezzel, hogy neki komoly céljaik vannak a jövőre nézve. Jó, tehát például Nemes Abbáti Norbi is az élő példa arra, aki hasonlóan fiatalon kezdte, és azért már felnőtt címet is gyűjtött be, tehát azért ez az átalakulás tulajdonképpen a fiatal címekből a felnőtt címek megszerzése felé haladás, ez alakul? Természetesen igen, és nem véletlenül van létrehozva komolyabb szervezeteknél is ez az ifjúsági öv kategória, hiszen gyakorlatilag ez egy jellemző dolog, hogy minden nagy bajnok valahol innen kezdte. Tehát ez ugyanígy igaz az Zajrondistálónál is, meg egyéb más promócióknál is. Zümi, most már nem az első alkalom, hogy látlak téged a ringben, és azt kell mondanom, hogy egyszerűen elsöprő az a lendület, ami árad belőled. Hát nyilván te nehezen fogod tudni ezt megválasztani a te nézőpontodból, de ugye ez egy 10 menetesre tervezett találkozó, a hatodikba szerettél volna ennek véget vetni, nem bántad, hogy az ötödikben lett vége, ha jól tudom. Lett volna ennyi energia benned akár 10 menetre is? Én úgy érzem, hogy lett volna, mert nagyon fölkészültünk erre a meccsre. Abszolút, tehát akkor tudtad, hogy ide nekem az oroszlánt is, ugye? Igen. Csak azért kérdezzem, mert azért egy fiatal szervezet azért egy 10 menetes terhelésre tényleg külön felkészítést kell, hogy kapjon. Úgy érzed, hogy akár erre is készen állnál? Készen, mert ugye amikor először megszereztem ezt a címet, akkor végigment a 10 menet első meccsen, ugye? Akkor ezek szerint, miután már történt ilyen, ezért ez nem lenne igazából nagy feladat. Igen. Akár egy 12 menetes felnőtt címre? Hát, hogyha minden kötél szakad, akkor minden teljesíthető. Teljesíthető, jó. Szóval érzed magadban az erőt, a lendületet erre. Nos. Mr. Mihályos, thanks for coming. And as you're a representative of WBC and you're also a member of the Youth Championships Committee, you have a very good overview of basically what young talented boxers would like to get with a title like this. So how do you evaluate, how important for them in motivation wise and also in their career to have a title in this early age? Azt kérdeztem vendégünktől, hogy ilyen fiatal boxolók számára vajon egy ilyen cím ebben az életkorban mekkora motivációt jelenthet, és az ő későbbi karrierjük tekintetében mekkora lépés? Well, we have started our WBC youth program to encourage young fighters and to give them a first step into the pro ranks and into the title picture. Mm-hmm. So I think it's very important for us to see those young fighters, see how they can develop over the years. And I think we have a great talent here in Hungary, and we're very happy to spot those talents and then guide them to the next steps through the titles. Oké. Okay. Azt mondja, hogy kifejezetten ezért kezdték a WBC-nél tulajdonképpen ezt a fajta programot, hogy támogassák a fiatal tehetségeket, hogy bátorítsák őket arra, hogy ilyen komoly és éles csatákban is részt vegyenek, és hát tulajdonképpen nagyon-nagyon jó dolog, hogy itt egy ilyen fiatal tehetség Magyarországon, akit, és hát ha hozzá hasonló tehetségeket is kifejezetten figyelik, és követik a pályafutásukat, és próbálják őket támogatni.
On the other hand, it's also a very difficult question is, what about the transition? When you are a youngster, when you're basically facing to your peers, your age group fighters, but when you turn into basically an adult age and you meet the whole world right there, what is your experience? How difficult is, how many years does it take for a champion to get there? Azt kérdeztem, hogy mennyire nehéz az átalakulás, tehát fiatal bajnokként az embernek a saját korcsoportbéri tehetségekkel találkozni, nyilván ez is egy nagy feladat, de amikor az ember kilép ebből, és ugye a nagyokkal, a felnőttekkel, az egész világgal találja szembe magát, hogy ez vajon mennyire nehéz feladat, és mennyire könnyű, és mennyire, hány évig tarthat akár? I think that is a good example for what the youth program is about. He's 16 years old, so he has obviously lots of time to develop, and he'll have to improve, he'll have to train a lot, but for his age, he's already at a very, very high level. So at the youth program, for the youth titles, he can only fight fighters and opponents up to the age of 23 years, right, which is very good, so he can match with people in his age group, or approximately his age. That gives him time to develop and to make international experience, because there come international opponents as well. And then we can take it from there and go to the older fighters over the age of 23, but obviously he has lots of time. But there's lots of fighters and big fighters who have developed through our youth program. Right now, one of the best fighters in the world, Saul Canelo Alvarez from Mexico, he has been our youth champion too, and at the welterweight division, so at the same division. So it's a good first step, and obviously fighters have time, and it will take some years for him to get to the stage where he can compete with other fighters over the age of 23. The big ones, basically, yeah. The big names. Yeah. Ugye az volt a válasz, hogy hát ugye Dani esetében még egy nagyon fiatal emberről beszélünk, hiszen 16 esztendős, majd innen tölti a 17-et, úgyhogy bőségesen van még ideje, de tulajdonképpen maga ez a utánpótlás program, amit a WBC elkezdett, pontosan ezt célozta, hiszen ugye 23 év felső korhatár, hogy ezeknek a fiatal embereknek legyen idejük arra, fiatal tehetségeknek, ez persze hölgyekre is igaz, nem csak férfi boxolókra, hogy a saját korosztályukkal nagyjából, tehát 23 éves koron belül legyen idő, energia, lehetőség arra külföldi összecsapások alkalmával, és ugye nem csak azonos nemzetbelinél, hanem amikor kilépnek ugye a nemzetközi szintére, legyen lehetőség arra, hogy igazán tesztelhessék az erejüket, hogy megismerhessék az ellenfeleket, hogy saját magukat is, hogy tapasztalatot, hogy rutint szerezhessenek, hogy amikor aztán persze kilépnek a nagy felnőtt mezőnybe, akkor azért egy kicsit érettebb, már mindenképpen tapasztaltabb boxolóként tehessék ezt meg, és hát ugye kiváló példa arra, ugye a mexikai Alvarez, aki egy világklasszis, aki szintén ebben a fiatal programban érett, tulajdonképpen felnőtt világklasszissá. We'll continue just in a minute. Tibor, ugye arról beszéltünk, hogy akár a lehetőségét megkérni a WBC-től, hogy Dani jövőre már felnőtt címért is mérkőzzön. Az elmondottak alapján szerinted kell, tehát fontos? Nem feltétlenül fontos, tehát én azt gondolom, hogy itt akkor van maximum kis átjárás, hogyha, tehát azért nagyon nehéz olyan minőségű fiatalokat találni ellenfélnek, hiszen azért nincs elárasztva a világpiac 17-18 éves profi boxolókkal, akik címmérkőzésre is alkalmasak. És sőt, ilyenkor... inkább azt hiszem, ez a ritka, igen, hogy ebben az életkorban valaki már profi. És hogyha ilyenkor egy 24-25 éves versenyzővel kell megméretetni magát, akkor is ugye szeretnénk címnek, hogy ez csak abban az esetben. Tehát ez csak ilyen rendkívüli esetről lehetne szó. Tehát nekünk az a tervünk, hogy Danit azért juniorként versenyeztetjük ameddig csak lehet, és ameddig csak bírjuk, hiszen az a cél, hogy megerősödjön, tapasztalatot, rutint szerezzen, és akkor így tudjon majd tovább lépni a WBC szervezeten belül. Dani, te magadnak már azért állítottál föl terveket, vagy ezt teljes egészében Tiborra bízod, mind a szakmai felkészítést, mind az ellenfélválasztást, vagy szoktatok erről kommunikálni, hogy de jó lenne ebbe az irányba haladni? Van esetleg példaképed, akinek az útja tetszik? Hát nekem van egy álmom, amit megbeszéltünk egyszer a Tibivel. Igen. Az, hogy szeretnék boxolni az MGM Groundban, Las Vegasban. És van példaképem a Floyd Mayweather.
Aha. És neki a pályafutása tetszik, a stílusa. Elég jó klasszist választottál az minden esetre, nem a prózadás semmi esetre se. Hogy érzed, ezt persze majd megfogom a külső szemlélőtől is kérdezni, hogy igazából mik lehetnek a te szakmai erényeid, erősségeid, amit most mondjuk ezzel a viszonylagosan 6-0-0-ás mérleggel a hátad mögött, ami azért páratlan, olyan szempontból, hogy természetesen csodálatosan makulátlan, de hát mondjuk nem egy mennyiség még. Hát nem, viszont én szerintem a gyorsaságom, az ütéserőm, a technikám, hogy hátrafelé boxolok, hogy nem olyan vagyok, mint az átlagos, hogy előrefelé támadok, hanem inkább hátrafelé kontrából boxolok. Uh-huh. Szóval ez minden esetre mondhatjuk, hogy egy ilyen védi egyszerűséged lehet. Akár ezt jól látja egyébként, Tibor, szerinted, Dani, hogy... Hát szerintem inkább talán jól látja, de nem biztos, hogy jól fogalmazta meg. De minden esetre ő nem minden esetben egy első támadás, első szándékú boxoló, tehát nagyon sokszor elmozgásokból, nagyon jó lábmunkával rendelkezik, jó ritmusérzékkel, jól tudja megtörni a ritmusát az ellenfélnek, vagy akár a saját ritmusát is képes változtatni. Tehát ezek erényei lehetnek később, de hát annyira az elején van még, hogy ezt még mind tökére kell fejleszteni, tehát még nincs kész. Tehát ez még nagyon sokáig nincs kész. From an outside view, can you just evaluate a little bit what you've seen in the last week in Budapest about Daniel? Well, the fight was very impressive, and his performance was very impressive. He was facing an opponent who had a lot more experience than he did, and he just wore him down. It was very, very strong performance, and I was surprised actually because I expected a closer fight. Uh-huh. But after the first round, which was a little slow start, he really landed some very hard shots, and that just took away all the courage of his opponent. And then he systematically, from that point on, just beat him down and won the fight. So that was very, very strong. But I think he's ready to take another step and now face maybe an international opponent or face stronger opponents. But as I said, he has lots of time to develop and hopefully, with a view and with your overview, he can be managed a little bit, more closely. Thank you. Ugye azt kérdeztem, hogy mi volt a véleménye végül is az elmúlt hétvégén látott mérkőzésről, és természetesen Dánielről, és hát azt mondta, hogy nagyon, nagyon meggyőző volt Dani a ringben. Ő egy picit talán még ennél szorosabb összecsapásra volt felkészülve, ugye már az első menetben lehetett látni, hogy nagyon komoly ütéseket helyezett el az ellenfelen, és azt mondta, hogy végül is ez a fajta lendület, ez a fajta meggyőző erő, ez számára is meglepő volt, ő ennél egy picit talán akár hosszabb, akár nehezebb mérkőzésre számít legalábbis Dani oldaláról, de azt mondta, hogy természetesen még nagyon sok ideje van fejlődni, és úgy tűnik, hogy hát minden adottság együtt áll ahhoz, hogy ebből egy nagy karrier legyen. Én meg azzal zártam, hogy reméljük, hogy az ő mondjuk úgy rálátásával egy picit talán a WBC keretein belül is lehet ezt majd egyengetni. Bízunk benne, hogy így lesz. Thank you for coming. Thank you very much. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük. És akkor csak így tovább ezen az úton előre. Köszönöm.